Felvizesedett és bepenészesedett falak között él az a bátai család, ahol a nagyszülők gyámságuk alá vették öt kis unokájukat. Immáron kilencen lakják az amúgy is rossz állapotban lévő két és fél szobás házat. A gyerekek decemberben kerültek a nagyszülőkhöz, azóta fenekestül felfordult az életük. Nem éheznek, mindenük megvan az égvilágon, meg lehet mindenhol kérdezni, tisztán járnak. Hát ezeket helyre kellett hozni, ezek beteges gyerekek voltak. A legidősebb unoka 11 éves, őt 7 éve neveli a nagymama. Nem érti, hogyha egy gyermeket is képtelenek voltak felnevelni a szülők, akkor miért kellett még őt? A legkisebb unoka tavasszal született, de őt már a a kórházból sem engedték haza az anyával. Ideiglenesen állami gondozásba került. Amióta itt vannak, csak 14 kilót fogytam. Idegileg kivagyok, orvosokhoz járok, de nem hagyom őket. Amíg bírom, csinálom, nem szeretném, kerülni kerülnének innen tőlünk. Nagyon szeretem őket. A Szentvér Bátai Templomokért Alapítvány vezetősége elhatározta, hogy megsegíti a családot. Gyűjtést szerveznek, hogy jobb körülmények között tudjanak élni. A megoldás egy új ingatlan lenne, de nagyon örülnének annak is, ha egy plusz szobát tudnának építeni a házhoz. Bármilyen segítséget szívesen vesznek. Ha valakinek van építési anyaga, olyan, ami nem kell, és nélkülözni tudja, és oda tudja adni, szerintem azt is biztosan elfogadják, de úgy, mint alapítvány, hogy mi a pénzt szeretnénk gyűjteni adományként, támogatásként. A gyerekeket decemberben akarták nevelőszülőkhöz adni, de az óvoda vezető megkereste a nagymamát, hogy vállalná -e a kicsik nevelését. Eleinte egy gyerekről volt szó, de a nagymama nem tudott egyikről sem lemondani. Az alapítvány elnöke és az ő baráti köre az első között támogatta a családot, de a falubeliek is nagyon sokat segítenek. Kilenc embernek van két és fél szobája, és azért Szeretnénk gyűjtés szervezni, akár országos szinten is, hogy vagy egy másik nagyobb épületet, vagy ehhez legalább egy szobát tudjanak építeni. A családi pótlék és a gyes, amit a gyerekek után kapnak, éppen arra elég, hogy eltartsák őket. A gyógyszertárban így is nagyon sokszor adósággal indítják az új hónapot. Próbálkoztak a szócpol felvételével, de csak ideiglenesen egy évre vannak náluk elhelyezve a gyerekek, ezért nem jár nekik. Szerettek volna hitelt igényelni, hogy egy nagyobb házat vehessenek, de az sem sikerült. Az asszony azt érzi, hogy mindenhol falba ütköznek, és nem sok reményük maradt a jobb körülményekre.